Szeretettel köszöntöm a Credo TV nézőit. Eljött egy újabb alkalom, amikor együtt dobbanhat a szívünk arra, amit Isten készített a számunkra, és közölni akar nekünk. Itt van egy újabb alkalom, amikor a bibliai Izsák életútját vesszük szemügyre. Van a Bibliában egy hely, ahol a zsidókhoz címzett levél írója, az új szövetség lapjain a pátriárkákra gondolva, vagyis Ábrahámra, Izsákra és Jákobra gondolva, életüket, hitüket példaképpen mutatta fel. Mivel segítség lesz az ige hirdetés megértésében, hadd idézek egy részletet a zsidókhoz írt levél 11. rész elejéről. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéreteknek örökös társaival, mert várt az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az a hely, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után. Azért nem szégyeli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Amire most szeretném a Credo TV szívdobbanás műsor nézőinek a figyelmét felhívni, az alapokkal bíró város, amelynek alkotója az Isten. Vagyis mennyei város, mi úgy ismerjük, mint mennyei Jeruzsálemet. A város trónusának jobbján foglalt helyet a megfeszített és halálból feltámadt Úr Jézus Krisztus, itt készítette el a helyet a tanítványoknak, és készíti azoknak is, akik tanítványa lettek téve. Erre a városra gondolt Ábrahám, Izsák és Jákob. Ebbe a városba jutottak minden bűnük hiányosságuk ellenére, mert hittek és engedelmeskedtek az őket elhívó kegyelmes és irgalmas Istennek. Most közvetlenül egy ének következik, majd dr. Kisjuhász Vilmosnak az ige hirdetése. Végül Bara Eunika énekszólója, majd még Bot Ferenc mond el számunkra egy költeményt. Kellemes tévénézést kívánunk!
messze, Dicsbe ragyog. A városkor mesteremmel együtt lakom, gyöngy kapuja már kitárva, vár már engem. Az aranyváros Jeruzsálem. Miként vesz, ha megérkezem, csodálva nézi, ámulva szemem, a fényes várost bejfogad, királyi dicsben a hű megváltó ma. Tengeren túl messze, Dicsbe ragyog. A városkor mesteremmel együtt lakom, gyöngy kapuja már kitárva, vár már engem. Az aranyváros Jeruzsálem. Mesteremmel együtt lakom, gyöngy kapuja már kitárva, vár már engem. Az aranyváros Jeruzsálem. A teremtés könyvét keressük meg, Mózes első könyvét, annak 26. fejezetéből az első 6 verset fogjuk olvasni. A megnevezett helyen tehát Mózes első könyvéből, a teremtés könyvének 26. részéből, a 26. rész fejezet első 6 versében így szól hozzánk az Úr. Lőn pedig éjség az országban, amaz első éjség után, amely Ábrahám idejében vala. Elménne azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárban. És megjelent vala végre az Úr, és ezt mondotta vala. Ne menj alá Egyiptomba! Lakjál azon a földön, amelyet én mondok te néked. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert te néked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, amellyel megesküdtem Ábrahámnak, az én atyámnak. És megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Lakozék azért Izsák Gérárban. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm testvéreimet és a tévénézőket is. Az Úr ígéje hadd szóljon valamennyünket, szólítson meg valamennyünket ezen az estén, amikor Izsáknak az életével egy újabb fejezettel foglalkozunk, amikor krízis helyzetbe jut. Az az ember, aki meg volt szokva a jóval, akinek az apja rengeteg állatot, gazdagságot hagyott maga után,
Csak azt olvassuk, hogy fegyverfogható legénye 316 volt Ábrahámnak, akit fel tudott fegyverezni a harcra. Hát akkor asszonyokkal, gyerekekkel együtt mekkora tábor lehetett, közel 1000 körül lakhatott ott Ábrahám körül, és Ábrahámmal együtt. Most eljön egy olyan idő, arról olvasunk, az Izsák életében is, amikor akkor az éjség, hogy el kell költözni. Nincs mit enni. Ők, akik megvannak azzal szokva, hogy bőség van, hogy van amihez nyúlni. És az ígék arról szól, hogy Ábrahám is átélt egy éjséget, és most az Izsák korában is eljön. Mert jegyezzétek meg, testvéreim, hogy se te, se én nem vagyunk kivételek az alól, hogy az élet nehézségeit utolérjenek. És ez egy természetes folyamat. Nem tudjuk, hogy mi miatt. Szárasság, aszár, dökhalál, sáskajárás, mi egyéb miatt fogyott el az ennivaló, ezt nem részletezi az ige, de arról szól, hogy éjség jött el. Olyan éjség, hogy az éhhalál fenyegetettsége miatt el kellett költözni. Nem arról van szó, hogy Izsák többre vágott. Nem azért ment volna át Egyiptomba, vagy máshová, mert többet akart, hanem azért, hogy mentse az életét. De azt olvassuk, hogy a krízis helyzet az az idő, amikor megszólal az Isten. Amikor már emberek nem tudnak segíteni. Amikor te és én eljutunk oda, hogy önmagunkban és önmagunktól nincs már kiút. Eljött az az idő, hogy Isten mutassa meg az ő hatalmát és az ő erejét. Eljött az az idő, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor a mi végességünk, a mi korlátozottságunk mellett hittel belekapaszkodunk a hatalmas Úrba, és megtapasztaljuk, hogy az Istenünk hatalma nem véges, nem korlátozott, és nála nincs éhínség, nála nincs aszály, nála nincs betegség, nála nincs lehetetlen. Úgy, ahogy Ábrahámnál az áldás ígérete, a szövetségkötés az éhség után következett, ugyanúgy az ígéret az Izsák életében is épp a krízis helyzet után, vagy éppen a krízis helyzetben jön, amikor Isten megvizsgálja, megszólítja, és különösen próbára teszi az ő eszközét. Isten felajánlja Izsáknak is a szövetségkötést. Azt mondja, nem kell annak a láncnak megszakadnia, amit én Ábrahámnak ígértem, én veled akarom folytatni tovább. És figyeljétek, hogy Izsák nem mondja, Uram, most, mikor szinte betegi falatod nincs, most, Uram, amikor gondolkozok, hogy merre fussak, hogy életben maradjak, most beszéljünk szövetségkötésről, sok utódról, nagyjávalú nevésről. Ne felejtsétek el, hogy a mi Istenünk időn kívül van. Nem csupán éhínségen és krízisen kívül, időn is kívül. Most jött el az a pillanat, amikor Izsák felmérhette azt, hogy mennyire rá van ő szorulva az Úrra. És jegyezd meg, kedves testvér és testvérnő, kedves hallgató, addig, amíg nem jutok el oda, hogy Uram, te nélküled semmire nem vagyok való, képes, pusztulásra ítélt vagyok nélküled, addig nem tapasztalom meg az Úr hatalmát. Amíg meg tudom én oldani a feladataimat, amíg te meg tudod tenni a tennivalóidat, sőt, néha még ki is tudom zárni belőle az Urat, és fogány módon beszélek, vagy mondja Jakab apostol, hogy ne beszéljünk, hogy elmegyek és megcselekszem. Addig Isten nem tud munkálkod az életedben, mert magadnak és magadnak tulajdonítod azt be.
emlékezete testvéreim, Isten előkészítette Gedeon idejében a hatalmas győzelmet. De azt mondta, Gedeon, küld haza az embereket. Mert ezek azt fogják mondani, hogy a mi kezünk szerezte ezt. Küld haza. És nagy megrökönyödés helyre, tízezrével, ezrével kell hazaküldje, még ott maradt 300-zal. Azt mondja Isten, na most jött el az ideje, és annak a körülménye, hogy meglássátok az igazságomat. És most olvassuk az igében, hogy az éhínség alatt eljött az az idő, hogy Izsák hallgasson és engedelmességet tanulja. És három pontban tessék megfigyelni, hogy mi történik az éhínség alatt. Megjelenik az Úr Izsák. Miért? Mert a mi Istenünk mindig akkor jelenik meg, amikor szükség van rá. És megjelenik az Úr Izsáknak, és ezt mondta vala. Nem úgy jelent meg, hogy nem lehetett tudni, hogy mit akar. Világosan és tisztán beszélt az Úr Izsákkal. És így olvasunk, ne menj alá Egyiptomba. Kedves testvérek, rögtön tudta Isten, hogy mi van Izsákban. Mi az Izsák gondolata? Hát mi lehet? Amit tanult az ő apjától. Mit tett? Olvasom a 12. részben Ábrahám, amikor hatalmas éhínségben. Lement Egyiptomba. Miért? Mert ott a deltában, a Nílus deltájában soha nem volt akkor a szárazság, mint másik. Ott mindig volt termés. Ott volt eleség. És a 12. részben olvasunk ezt, hogy Ábrahám ezt megtette. És teljesen tudta Isten az Izsák gondolatait, hogy mit tervező előre. Hogy benne olyan gondolatok forognak, én levegyek Egyiptomban. És meg is tette az első lépéseket, mert Gérár abban az irányban van. És a Földközi-tenger partján éppen az Egyiptomba vezető út ott ment el a filiszteusok földjén, Gérár városán keresztül, és részben az első lépéseket meg is tette Izsák. És hidd el, higgyétek el, kedves testvéreim, nagyon jól tudja az Úr, hogy mi van benne minden gondolat. Még ajtókon sincs a szó, egészen tudja azt. És úgy beszél Izsákhoz az Úr, mint aki előtt világos, hogy mi az Izsák terve, mi az Izsák akarata, és azt mondja, ne menj le Egyiptomba. És figyeljétek meg, Izsák nem kezdi mondani, de Uram, de akkor mi lesz? Hanem csendben hallgat. És most mi posztmodern ember 21. században, olyan hamar vágjuk rá, de akkor ez lesz, de akkor az lesz, de akkor így nem lesz, de akkor úgy nem lesz. Hallgassuk végig az Urat. Ne menj alá Egyiptomba, lakjál ezen a földön, amit én mondok te néked, itt ezen tartózkodjál, és én veled leszek. Isten nem csupán tudja, hogy mi van gondolatunkban, mi van a tervünkben, mi az, amit erre a hétre elterveztünk, hanem ő azt mondja, gyere, járjunk együtt. Akarok veled lenni. Ne menj Egyiptomba. Lakjunk együtt. Én veled leszek. Isten azt ígéri Izsáknak, ha itt maradsz, ezen a földön, amit én mondok neked, veled leszek. Miért? Nincs minden itt velünk az Úr? Ó, nem azért nincs velünk, mert ő nem lehetne. Ő mindenütt jelen való Úr. De Istennek vannak tervei velünk. És Izsák nem volt, mit keresen Egyiptomban. Majd az ő fia, Jákob, ő kellett lemenjen József révén Egyiptomba.
Lehet, hogy azt mondtuk, hogy és mi az, hogy most egy 50-60 évvel hamarában később úgyis oda jutunk. Nem úgy van. Istennek konkrét terve volt Izsákkal, hogy ott tartsa Kánaán földjét, és konkrét terve volt Jákobbal, Józseffel, mindent a maga idejében. Ezért mondja azt Isten, tartsd meg az én rendeléseimet. Mert a rendelés alapszava az, hogy a rend, azaz kötődik az isteni rendhez, az isteni akarathoz. És időben hadd legyek mindig ott, ahol Isten akar látni. És ez nagyon nehéz dolog. Mert nekünk vannak sürgős feladataink, vannak fontos feladataink, vannak halaszthatatlan feladataink, a helyeden és a helyeden vagy-e az Istentől megszabott órában. Izsáknak ez volt mondva, ha itt maradsz most ebben az időben, én veled leszek. És annyira kívánom azt, hogy az életedben, épp ezekben a napokban, hetekben, ebben az évben, amit Isten kegyelemből még adott, és ti is az Úrtól kapott kegyelemben, legyünk a helyünkre, a mai időben. Most, amikor a napok különösen gonoszak. Most, amikor olyan sokszor túl a sátán. Most, amikor törvényesítik a homoszexualitást. Most, amikor a lopás, a csalás velejárul az életnek. Most, amikor a bálványimádás ott van, hogy divattá vált, és nagy focistákat, színészeket, énekeseket istenesítenek. Most, ebben az időben, ebben a 70 vagy a fejek 80 esztendőben, amit nekünk adott az Úr, vagy amennyit adott, most legyünk és légy a helyeden. Tudjátok, testvéreim? Isten nem azt akarja, hogy valahol elköltsük ezen a világon az életünket, ott ahol úgy gondoljuk, hogy nekünk jobb, hanem a tőle kirendelt helyet. Mert Pál apostol az Apcsel 16-ban azt tanítja, hogy nem csupán elhívta a népeket, nemzeteket, hanem kijelentette, hogy hol van a lakások ezen a földön. És meg vagyunk bűnünk, hogy Istennek lemondott, személyes, personalizált terve van velem és veled, a lakásunkkal is, a munkahelyünkkel is, a lakóközösségünkkel is, a családunkkal is. Maradjak azon a helyen, abban az időben, ahová Isten helyezett. Így olvassuk, tartózkodj ezen a földön, és én velem leszek. És megáldalak téged. Hadd szóljak másodszorban arról is, hogy mi azt szeretnénk, hogy csak ennyit mondjon az Úr, én megáldalak téged. Nem ennyit mond az Úr. Azt mondja, tartózkodj azon a helyen, hogy veled legyek, és megáldalak téged. Testvéreim, nekünk nem az Isten áldására van szükségünk, nekünk elsősorban az Úrra van szükségünk, hogy örök életünk legyen, és a kegyelem alatt élhessük életünket. Az Isten áldása sem marad el. Megáldalak téged. És elhihetitek, hogy Izsáknak sok hit kellett, hogy az éhínség alatt, akkor lehet, hogy a betevő falatot is kellett mérni, hogy akkor áldást higgyen el, hogy ő meg lesz áldva. Hogy ő akkor elfogadja, Uram, a te áldásod nem marad el, és nem csupán, hogy túlélem ezt a nehéz időszakot, hanem megtapasztalom a te áldásodat, és áldásul lesz nekem a nagy nyomorúság. Én megáldalak téged, te néked, s a te magodnak adom ezeket a földeket. És elmondja azt, hogy mi az ő terve Izsákkal. Izsák, ezek a földek mind azok éreznek,
akiket neked adok ajándékul, akik tőled származnak. Izsák, én nem a betevő falatot adom meg csak, hogy valahogy túléljétek, hanem szaporodás lesz. Ezt az országot betöltitek, és nem csupán, hogy itt fogtok élni, gazdák lesznek. Ez a föld a tiétek lesz, nektek adom. Azt olvassuk, Isten ezt a hármas ígéretet hármas feltételhez szabja. Izsák, nézd most vissza a múltba. Emlékezz a te atyádra, Ábrahámra. Emlékezz, hogy miként élt ő, én megesküdtem neki, és Ábrahám hallgatott az én szavamra. Most én elébe tanom az én parancsolataimat, a rendeléseimet, törvényeimet. Izsák, komolyan veszed-e azt, amit mondok, amit parancsolok, amit rendelek, amit törvényként helyezek elébe? Ez az első, de nem nyitom. Itt kell laknod ezen a földön. Azt olvassuk, lakozik azért Izsák Gérárba. Izsák megharcolta maga harcát, és nincs leírva az ígében, hogy milyen tusakodás volt benne. De Izsák elhitte azt, amit Isten mondott neki, és azt olvassuk, nem ment tovább. Nem ment le Egyiptomba. Nem ment oda, úgy gondolta volna, hogy megoldja a jólétet. És átéli az éhínséget, ott maradt Gérárban. Azt olvasunk, ezzel az ő engedelmességével betöltötte Isten akaratát. Figyeljétek meg, kedves testvérek, hogy az engedelmesség mennyire fontos. És ha Izsák nem hallgatott volna az Úrra, ha ő okoskodik, ha elindul a maga tervei szerint, akkor nem kapta volna meg az ígéretet. Így olvassuk. Hit által áldál meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hit által. A zsidókhoz írt levél írója azt mondja, hogy Izsák így tette meg a következő lépést hit által. Nem látásban, nem a maga elgondolása és akarata szerint, hit által. És elfogadta azt az isteni ítést, Uram, itt maradok, és köszönöm, hogy a te kezedben vagyok, és hit által vallom, hogy te vagy az én Uram, és megtartom. Te vagy az, akiben békességet, kegyelmet és életet nyer. Mivel hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendelésémet és törvényeimet. És a hitből való élés egyik jele az, hogy megtartjuk az Isten szavát, parancsolatát. Nem teszek másképp, mint ahogy a Biblia mondja. Amit Isten parancsol, komolyan veszek. És ez nem kérdés számomra. Az ő parancsolatát alapul veszem, és hit által amellé állom. Amit elrendelt,
teszem bátran, mert tudom, hogy az a jó. Az van az Isten örök rendjébe. Így rendelte. Mondjam, azt mondta Isten, mi közel hívőnek a hitetlenhez. És ott a házasságról van szó, és ezt elrendelte Isten nekünk. És ez az Isten rendelése. És ne felejtsük el, hogy ha az ő rendjéhez nem szabjuk magunkat hitáltal, akkor nem lesz áldás az életünk. Ha se felejtsétek el, hogy Isten az ő törvényi, a szívünkbe írta Krisztuson keresztül. És nem csupán parancsolatát, a rendelését, az ő törvényét. És azt szeretnék mondani, hogy a szeretet törvényét hirdette nekünk is, hirdeti Krisztus. Az alázat törvényét. Aki nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A bűnbánat, a bevalászkodás törvényét, hogy aki meghallja az ő bűnét, kegyelmet talál. Aki bevalászkodik, azzal vele lakozik az Isten. Aki pedig felfúvalkodik, aki bűnösé lesz, annak az Isten ellene áll. A szeretet parancsolata azt mondja, hogy szeressem az Urat mindennél jobban. Az odafelvaló legyenek az első helye. Ne felejtkezzek el arról, hogy szolgáljak az én Uramnak. És az Isten iránt való szeretetemet a testvéreim, a nélkülöző, a környezetemben lévők felé irányuló szeretetemben nyilvánítom ki. Mert hazudok, ha azt mondom, hogy az Isten törvényét betöltöm, és én szeretem őt, ha a mellettem lévőt nem tudom szeretni. Ha nem tudok segítségére úgy sietni, hogy azt el is tudja fogadni. Az ő rendeléseit, parancsolatait és törvényét. Ha megtartós, ha megtartjuk, velünk lesz. És emlékezzetek arra, testvéreim, amikor eljött a jólunk, akkor nem azért hívott el, mert olyan jók voltunk, olyan sokra méltóak voltunk, hanem azért hívott el, mert szeretett. Mert előbb szeretett bennünket. Azért emelt ki a bűnből, mert nem akart a nyomorúságba, az elveszettségbe, az ördög kezébe hagyni. És ha ő előbb szeretett minket, mi szeressük őt, mondja János apostol. És hitáltal, hadd legyen ma az a döntés az életünkben. Uram, ezekben a napokban, ezekben a hetekben, ebben az évben, Uram, az életemben, akarok szolgálni neked, engedek neked, nem oda akarok menni, ahová én gondolom, hogy jó, nem a test kényelmét, nem a test kívánságát, nem a test érdemét keresem, hanem hallgatok szabadra, követem törvényedet, és megalázkodok, elfogadom rendeléseidet. Járok veled. Kisfiúval történt meg, hogy a matematika feladatát végezte, mikor észrevette az ablakon, hogy ki épp a házuk előtt egy másik gyerek ott a szürkülődő esthomályba elesett, olyannyira, hogy nem tud felállni, valószínű, hogy eltört a lábát. És ott hagyta a feladatot, kiment, és amikor meglátta ki a kisebb gyereket összetörve, a
akkor gyorsan hívta a szomszéd bácsit, csak ugyan nagy baj volt, lábtörés volt, elvitték a kórházba, és ott volt vele, amíg befáklizták, és majd együtt vitték haza a szülőkhöz a szomszéddal. Nagyon későn ért haza, nagyon fáradt volt, és már nem is nézte a feladatait, összecsukta a füzetet, betett a táskába, és másnap elment iskolába. És milyen szokott lett a tanár, épp akkor szólít, amikor nincs meg a feladat. És kihívta. Mutasd a füzetet. Hát csak félig volt meg. Fiam, tudod, hogy mi jár. Ezért négyes jár. És már vett és a napot. És a kisfiú ránézett, és azt mondta, a tanár bácsi igaza van. De akkor annak a szomszéd gyereknek a fájdalmát kell enyhítsem, és el kellett vele menni a kórházba, eltörött a lába, azért maradt félbe a feladat. De írja be, a négyestnek megértette. Tatár elgondolkozott, ha az én fiam lett volna, most megköszönném neked, és hiszem, hogy annak a kisfiúnak az apja is megköszönte. Jó helyen voltál, fiam. És a négyes elmaradt. Ma este, mikor lefekszel, és odajössz az Isten elé. Tudja-e mondani nekem is neked, jó helyen voltál, fiam. Ott voltál éppen, ahol kellett szolgálni. Vagy csak a feladatainkkal voltunk, és a szolgálat elmaradt. A feladat sem maradjon el, azt is teljesíteni kell. De a szolgálat, az Úrnak való szolgálat ne maradjon el, testvéreim. Feladatunk sok van, de a szeretet szolgálatában legyek is négy a helyen. Legyen a lakásom ott az Úrval, hogy tudja mondani majd atyát, jól vagyok, jó és hű szolgálat. A kevesebb hű voltál, többre néznek ezután. Menj be a te Uradnak örömébe. Amen. A forradás.
Hangú muzsika. Mint erdők mélyén favágók zaját, hallgatom az egyhangú muzsikát. Tik-tak, tik-tak, aztán egy tölgy kidől, elterül. Tompa zajától az erdő megrendül, de nem sokára helyre áll a rend. A kidőlt halandó feledésbe ment, emlékét, szépségét nem sírják vissza. Új nap virad újból, újabb változatba. Míg a vén favágó idő rohan tova, ki van szemlélve újabb áldozata. Vágja, faragja, perce, órája. Nincs olyan halandó, aki ezt kiállja. Utolsó perc, utolsó vágás, örök találkozás, vagy örökös vállás. Ahová dől a fa, ott marad. Nem változtatnak már többé sorsukat. Utolsó perc, utolsó óra, és az örökké valóság kerül aztán sorra. Örökké valóság, sokan megdöbbennek. Valóság volna, mit mesének, hittek. És az, amiben bíztak, reméltek, hittek, az anyag, a pénz, az imádott kincsek, hitvány, értéktelen szemetekké lettek? Majd a vándorok elindulnak, mennek, örök útjain a végtelennek. A jajnak, a bajnak nincs vége, határa, nincs változása, mögöttük maradt a változás hazája. Az idő megállt, megérkezett végre az örökké valóság tengerébe. Örökké valóság? Újongnak sokan, a pátriárka ébredt boldogan, megnyílt sírjánál megváltója várja, jöjj gyermekem karjai kitárva. És indul a jámbor hű tanúbizonyság, az örök hajlékok tárt kapukkal várják. Óhaja, vágya, végre teljesedett,
saját szemeivel láthatja az Istent. Azt, akiben bízott, rendületlen hittel, viharban, napfényben, bajban, örömben. Nem volt hiába. Imé az ára, örök lakoma az atyai házba. Hozzák az új ruhát, a régi nyűt helyett, a megváltottak énekkara zeng. Soha nem volt eddig ilyen örömünnep. Amott a hűséges sáfárok jönnek, kamattal hozzák a rájuk bízott kincset. A király már látja, hívja, sokra bízza, zeng a megváltottak csodás himnusza. Számtalan sokaság, kicsinyek és nagyok, kik jöttek a nagy nyomorúságból, pálmával kezükben, ruhájuk megmosták a bárány vérében. És most Isten trónja előtt állnak, vége a nyomornak, szenvedésnek, gyásznak, végtelen boldogság örök időkön át, egy pohár víz sem veszti el jutalmát. Egyhangú muzsika, Isten üzen rajta, akinek van füle hallásra, az hallja. Köszönjük figyelmüket és azt, hogy végig kísérték a Credo TV magyar nyelvi műsorát, a Szívdobbanást. Isten kegyelme és szeretete kísérjen el valamennyinket, amíg újra találkozhatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt.